Az egyik régi XT-ben elkezdett döglődni a kalok merev lemezen. Úgy döntöttem, hogy ezt kicserélem egy Seagate ST225-re. A beszerelésnél figyelni kell arra, hogy ne keverjük össze a floppy kábelt az MFM vezérlőhöz tartozó kábelekkel. A képen a merev lemezre dugva láthatjátok az MFM vezérlőkábelt, jobbra mellette pedig a floppyhoz tartozó kábelt. Ha egyenes kábellel kötitek föl, akkor a merev lemezt egyesnek, ha csavart végre, akkor pedig kettesnek kell jumperelni. Ezt a gépet kiraboltam, hogy másik stéket fölé leszek. Szerencsére a 16 bites kártyák egy része hajlandó elindulni 8 bites buszon is. Egy Superio kártyára kötöttem rá a floppy meghajtót. A megjelenítést pedig rábíztam egy Realtek VGA kártyára. Ez azért is jó, mert nem kellett előkeresnem egy Herkules monitort. Az első lépés a rendszer floppy előkészítése. 360 kB-os floppy-t formáztam rendszerlemeznek. Hogy a videó ne tartson egy órát, ezért hosszú időket vágtam ki. Ilyenek például a formázási idők, vagy az, amikor a gépet többször is rebootoltam. Miután elkészült a floppy, fölmásoltam a szükséges programokat. Ahogy láthatjátok, a debug, a format és az FDisk került föl a lemezre. Az ST225-öt csak rádobtam a gépre. Ettől a ponttól csak floppyról indítható a rendszer. Miután bebootolt, jöhet a debug. Ezzel az MFM vezérlőn lévő programot hívtam meg. Fontos, hogy a merev lemez cilinder és fejszámát jól állítsátok be. Nekem szerencsém van, mert a merev lemezhez tartozó vezérlő magától felajánlotta a megfelelő paramétereket. A formázás 10-15 percig is eltart. Újraindítás után végre fel tudom partícionálni a merev lemezt. Primary aktív partíciót hoztam létre. Ahogy megszoktuk, újabb reboot következik. Utolsó lépésként a PERS kapcsolóval rendszerlemeznek formáztam a vinyót. Természetesen ez is körülbelül 4 órát futott. Miután a formázás végzett, már csak ki kell próbálni, hogy működik a gép.
természetesen a merevlemez még teljesen üres. További programokat fölmásolni innen már nem nagy kihívás. Ezt megtehetjük floppyval, vagy valamilyen kábeles megoldással.